Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt államtitkár asszony! A magyar polgárok energiabiztonsága kiemelkedő nemzetpolitikai cél, ebben bizonyára egyetértünk. Mi a Sopron régióban, de akár az egész Kisalföldön is pontosan tudjuk, honnan fúj a szél, északnyugati irányból és folyamatosan. Nem véletlen az, hogy néhány kilométerre a nyugati határszélen rendkívül sok szélerőmű létezik, és ezt a fideszes kormány 2011-ben egy rendeletmódosítással gyakorlatilag lehetetlené tette hazánkban, hogy új szélerőművek létesüljenek. Én az egész energiamixet szeretném most egy kicsit azért ebben a kérdésben felemlegetni, hiszen nem csak a valóban a fideszes kormány által támogatott napenergia létezik, hanem valóban a szélenergia is. Itt is ki szeretném emelni azt, hogy az energia tárolásának már nagyon modern és új innovatív metódusai volnának, tehát például a kinetikus energiában, stb. Lehetne a szélerőművek által megtermelt energiát aztán tárolni. Tehát azt gondolom, hogy nem ér a szélenergia ellen ennek a hiánya, hanem éppen ellenkezőleg, és akkor még nem beszéltem az Európai Unió által kiemelten támogatott fúziós energiáról, vagy a geotermikus energiáról, itt van a Kárpát-medencében ez a kincs a lábunk alatt. Ezekre kérdezem államtitkár asszonyt, hogy mikor kíván végre megfelelő hangsúlyt fektetni a fideszes kormány, hiszen ez rendkívül fontos volna. És aztán az utolsó része az energia mixnak, az pedig a Paks 2-t érinti, a Jobbik Hazánk jobbközép konzervatív pártjaként nem atomenergia ellenes, ugyanakkor azt gondoljuk, hogy kár lenne az orosz fűtőelemek miatt Paks 2-t az oroszokkal megépítetni, hiszen ezzel kiszolgáltatnánk hazánkat a következő 80 évre az orosz fűtőelemekre, mert az orosz technológiájú atomerőművekben csak azok használhatók, itt a nyugati technológiát kellene előnyben részesíteni, hogy valóban megteremtsük a magyar polgárok energiabiztonságát. Köszönöm megtisztelő figyelmet. Köszönöm, képviselő, tisztelt országgyűlés, megadom a szót Fonc Zsófia államtitkár asszonynak, parancsoljon. Szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Az energiabiztonság és az energiadiverzifikáció terén soha senki nem tett többet, mint ez a kormány. Hiszen 2010-ben, amikor átvettük a kormányzást, akkor Ukrajnán kívül csupán egy országgal voltunk összekötve vezetéken, és ma pedig már 6 országgal kiépítettük az interkonnektorokat. Emellett a Krik LNG terminálból is nagyon jelentős kapacitásokat köt le hazánk. Azt is szeretném kiemelni, amely most különösen jelentős, hogy Magyarország stratégiai gáztárolóval is rendelkezik. Emellett ugye a megújuló energiaforrások kerültek ismét szóba, hogy ma már említettem, a természeti adottságaink kedvezőbbek a napenergia terén, mint a szélenergia terén. Éppen ezért nagyon ambiciózus célokat fogalmaztunk meg ezzel kapcsolatban, és az atomenergia mellett a megújuló energia bevonására is nagy szükség van ahhoz, hogy 2030-ra az áram 90%-a szén-dioxid kibocsátástól mentes legyen. Ami elképesztően nagy dolog az, hogy az elmúlt 5 évben gyakorlatilag 10-szeresére nőtt a napenergia, napelem kapacitás. Most már 3000 megawattnyi kapacitással rendelkezünk. 2021-ben már a megtermelt villamosenergia 26%-a származott megújuló forrásokból. Ahogy már szintén a mai nap említettem, nagyon fontos a villamos hálózatnak a fejlesztése, éppen ezért kiemeltem fontos a 103 milliárd forintos program a fejlesztésekre, illetve az, hogy az Európai Bizottság 23 milliárd forinttal támogatja a tárolóknak a fejlesztését. Ebből 500 megawatt villamos energia tároló kapacitás bővítése valósulhat meg. Arra kérem képviselő urat, hogy ezekben a célkitűzésekben támogassa az elképzeléseinket. Köszönöm szépen.